A természetnek az lenne a legjobb, hogyha nem hordanánk semmit. Az erdőben a divat teljesen felesleges. A madarak, a fák, a rovarok tesznek rá, hogy mit hordok. A többi turista meg nézzen a lába elé, ne engem figyeljen. Nem a ruha tesz engem. Hogyha bárkinek nem tetszik ez az antitest, akkor tereljük el a figyelmét. Például olyan dolgokkal, hogy 47 vagyok, de már 50 kilinél járok, vagy a jelzés ugyanolyan kék, mint a szám. Vagy esetleg a hölgy is csak egy szál bikinit vitt el az útra, akkor a hegyekben minek kéne több? Az esőben azért jól jön a kabát. Az első hártselem egy sandstone volt, amit 10 évig hordtam. Ez is 6 éves már. Funkcióját tekintve hibátlan, színvilágát tekintve pedig praktikus. Hogyha például a gerecse 50-en lemaradnak a többiek a tömegben, akkor messziről is látszom. Hogyha elszakad, vagy bármi baja van, akkor javítassuk meg. Vagy hogyha már nagyon átázik, hordjuk száraz időben. Nekem volt olyan bakancsom, ami az utolsó éveit inkább Schusternél töltötte, nem a kéken. És most néhány ijesztő adat googolva. Évente 92 millió tonna textil hulladék keletkezik a textilipar, az üvegházhatású gázok 10%-ának kibocsátásáért felelős. Az óceánokba kerülő mikroműanyagoknak szintén 10%-a az, ami a ruhaiparnak tudható be. Ráadásul ennek a hulladéknak csak 12%-a hasznosítható újra, mivel ez egy rendkívül munkaintenzív folyamat. Szét kell szedni ezeket, ki kell vágni belőlük a címkét, ami egyedül arra jó, hogy mosás után megtudjuk, milyen hibát követtünk el. Sok ruházati darab funkcionalitása nem változott az évszázadok során. A póló például feltalálása óta 4 lyukból áll, és eltakarja a kellemetlen felsőtestet. Oszt jó napot! Ez most viszont sokkal többre képes. A Sandstone szabadon pólója után ugyanis 300 forintot ajánl fel darabonként a levegő munkacsoportnak. Úgyhogy ha tényleg ilyen felső ruházati darabra van szükséged, akkor ez egy remek alkalom, hogy egy jó célt támogass. Vagy csak túrázz a szabadban, szabadon!